aki magyar, nyújtsa kezét, tárja ki a szabad szívét. Harangszavak ölelkeznek, lélek hidat emelkednek. Magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni jó, magyarnak lenni dicsőség. Építünk új szabad hazát, reménység, templomot, lobogó lábapákot, erős lélek, oszlopot. Magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni jó, magyarnak lenni dicsőség. Csillag testvérek, csillag kint szállnak, menj vagyján, édes hazánknak. Magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni jó, magyarnak lenni dicsőség, magyarnak lenni jó, magyarnak lenni büszkeség, magyarnak lenni dicsőség, magyarnak lenni jó. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Magyarok, Istenére esküszünk,
leszünk a magyarok Istenére, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk. Hallottuk a szót. Mélység és magasság visszhangozzák azt. És a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatig. Mély csendlőn, mint szokott a vész előtt. Kedves ünneplő sárváriak! Rendhagyó az időszak, rendhagyó a megemlékezés, és rendhagyó a beszéd is. Egy dolog viszont örök. Tisztelet. A tisztelet a bátraknak, tisztelet a hősöknek. A 173 évvel ezelőtt élt hősök mellett, azonban a mai hősökről sem szabad megfeledkeznünk. Hiszen míg a márciusi ifjaknak országunk szabadságáért kellett megküzdeniük 1848-49-ben, addig a kor emberének a pandémiás helyzettel, az ezzel kapcsolatos félelmekkel, korlátozásokkal kell farkas szemet néznie, küzdeni a saját és családtagjai egészségének megtartásáért. Ez, ha csak a 12 pontra tekintünk, a bátor magyar forradalmároknak sikerült. Gondoljunk például a sajtószabadságra, a törvény előtti egyenlőségre, vagy az unióra. És ahogy minden harc, sajnos ez is sok áldozattal járt, de függetlenségünket visszakaptuk. Ehhez kell nekünk is rengeteg erő és kitartás, hogy ezt a mostani küzdelmet mi is minél hamarabb átvészeljük. Ezért van szüksége a jelenkor hőseinek, a frontvonalban dolgozóknak is még egy kis bátorságra, és kitartásra. Ezek az emberek a szabadságharcosokhoz hasonlóan éllen járnak az önzetlenségben, hogy munkájukkal átsegítsenek minket ezen a nehéz időszakon. Hálával tartozunk a 48-as forradalom hőseinek, akiknek a mai szabadságunkat köszönhetjük, ugyanakkor a mai hősökről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen a korlátozások ellenére mindent megtesznek azért, hogy a rendhagyó, mégis normális mederben tudjanak zajlani a mindennapjaink. A frontvonalban dolgozó emberek minden nap egy csodát tesznek ezzel, de ez elmondható mindannyiunkról, hiszen ahogy Deniz a Csoda című számában is énekli, ha még nem láttál csodát, most mesélek párat,
mert létezik olyan, mit a szemeddel láthatsz. De lehet még látni, a csodát csak figyeld. Egy anyuka a kezében szatyrokat cipel. Mert 8 óra munka után hazamegy és vacsorát főz, így nagy meccsen győz. Bár érmet nem kap, de ő is egy hős. Csoda, hogy a mentős, tűzoltó rendőr életeket ment és lemond a pénzről. Az igazi hős nem Superman vagy Batman, a csoda ott él benned és bennem. Nem kell, hogy megmentsd az egész világot, megteszik úgy is a filmben a sztárok. Ezért valamennyiünk nevében hatalmas köszönet jár nekik, a teljesség igénye nélkül, az egészségügyi dolgozóktól kezdve, a bolti eladókon át, a pedagógusokig mindenkinek, aki bármilyen aprósággal hozzájárul ahhoz, hogy ebben az időszakban, ha máshogy is, de élni tudjunk, és minél előbb túl tudjunk együtt lépni ezen a világjárványon. Nekik szól Plesszer Gábor, Neked írom a dalt című mindig aktuális slágere is. Hé te, aki az utcán újságot árulsz, és 5-kor kelsz, zötyögsz villamoson, és éjjel tanulsz, és fáj a szemed, és a fáradtságtól a könnyed kicsordul, adj egy percet nekem az életedből. Hé te, aki nappal a dolgodat végzed, géped vezeted, s hajtod magad, s ember gyógyítasz, gyereket tanítsz, s este fáradtan várod az álmodat. Te is adj egy percet az életedből. Hogy ezen időszakon túl legyünk, apró dolgok, csodák összessége tud átlendíteni mindannyiunkat. Természetesen fontos a hit és a gondviselés is, hiszen a szabadságba vetett hit nélkül mit sem ért volna a forradalmárok lelkesedése, amely apró csodákkal megerősítést nyert. Gondoljunk csak arra, ha Vasvári Pál nem gesztikulál olyan hevesen Petőfiek lakásában, Petőfi sétabotjával, akkor a szurony nem áll bele az ajtófélfába, és nem mutat éppen Bécs felé. Vagy ha a forradalmárok nem terveznek újra, és a bécsi hírek hallatára, az eredetileg március 19-ére, azaz József napra tervezett forradalmat nem indítják el előbb. Vagy ha Landerer nem javasolja a nyomda elfoglalását, mondván én az erőszaknak ellen nem állhatok, és megérzése alapján nem szerez be előre, a megszokottnál háromszor több papírt, szintén másképp alakultak volna az események. Ugyanúgy, ha Petőfi nem tudta volna a nyomdában fejből lediktálni a nemzeti dalt a nyomdásznak, vagy ha Táncsics a kiszabadításának és a forradalom izgalmainak hatására nem alszik el szállodai szobájában, ezáltal nem jelenik meg a Bánkbán színházi előadásán, és Laborfalvi Róza nem improvizál, és nem pont akkor csókolja meg Jókait, és tűzi a szíve fölé a kokárdát. A végtelenségig lehetne sorolni, aminek pont úgy, és pont akkor kellett történnie, ahogy történt. Mi ez, ha nem isteni gondviselés? Apró csodák, apró jelek, amelyek mind megerősítették a márciusi ifjakat, hogy jókor vannak jó helyen, és amit tenni szeretnének hazájukért, az bizony helyes. Ez akkoriban sajnálatos módon háborút jelentett, amely rengeteg vérontással járt. Ugyanez a helyzet most is, hiszen egy modernkori háborúval nézünk szembe. S bár ennek a harcnak a miértjét és a végkifejletét nem tudjuk, mégis tegyük a magunk dolgát egymásért és hazánkért. Akkor mielőbb túl leszünk ezen a nehézségen, mint felmenőink. S bárhogy alakul is az életünk, bármit is teszünk, a lelkiismeretünk tiszta, hogy amit ki lehetett hozni ebből a helyzetből, azt megtettük. Ahogy a Republik Együttestől is hallhatjuk, ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet. Hazánkért, családjainkért most is tennünk kell, mégpedig olyan formában, hogy rájuk és embertársainkra is vigyázunk, amíg szükséges, hiszen a nagy szavak bár szépek, de senkiért még semmit nem tettek. De az, aki az életedért akár a halállal szembenéz, döntsd el te, melyik mennyit ér. Egy csillag vagy 15 millióból, a fényünk összeér, egy csillag vagy 15 millióból, neked ez mennyit ér? Mondd, neked mit jelent, hogy annál nagyobb szeretet nincs, mint ha másokért önként adnád az életed? Írja Kovalszky meg a Vega egyik zeneszámában.
Ahogy tették ezt értünk elődeink is a 48-49-es forradalom idején, büszkén mondhassuk mi is Petőfivel. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. És ez a legfontosabb, hogy egy ilyen nehéz időszakban összetartsunk, ami sajnos őszintén szólva nekünk magyaroknak néha nehezen megy, viszont 48 hősei megtanítanak bennünket arra, hogy kitartással és tenni akarással mindent el tudunk érni életünk során. Ezért is nem feledhetjük el őket, soha, valamint nem tekinthetünk csak hagyományként, tradícióként egyik legnagyobb nemzeti ünnepünkre és annak szereplőire, hanem megpróbáljuk őszintén és tiszta szívből átérezni, hogy mekkora dolgot is tettek értünk és országunk jövőjéért a forradalmárok, és próbáljuk meg örökségüket, még ha nehéz is, de méltó módon továbbvinni. Szepsi Eleonóra versével zárom megemlékezésemet. Nemzeti szín kokárdával ünneplünk e napom. Itt díszlik a szívem fölött, büszke vagyok rá, nagyon. Régen volt, a fiatalok szabadságot akartak. Jobb életet mindenkinek, énekeltek, szavaltak. Szabadságharc lett belőle, oda veszett sok élet. A hősökre emlékezünk, nekik zengjen az ének. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra. Világnak szívében, Kárpátok ölében, ott, ahol a sólyom messze száll. Ahol a folyók összeérnek, és a pusztában a szélnek, csak a hegyek mondják azt, hogy végre állj. Látod, ez az én hazám, semmiért oda nem adnám. Itt láttam napvilágot, itt éltetnek az álmok, nekem itt kell, hogy éljem a valóságot. Itt láttam napvilágot, itt éltetnek az álmok, nekem itt kell, hogy éljem a valóságot. Nekem itt kell, hogy éljem a valóságot.